Puskás Akadémia még felcsút esenéven alakult 1931-ben, aztán évtizedekig Fejér megyében alacsonyabb osztályokban szerepelt a csapat, majd az ezred forduló után lépésről lépésre haladt előre egészen az NB2-ig, és az elmúlt bajnokságban immár önállóan a Puskás Akadémia elérte története eddigi legnagyobb sikerét, és az a pápa a mai este másik csapat, amely az előző bajnokságban csak a legutolsó fordulóban tudta kiharcolni a bentmaradást. Benedek közben nézzük az első lövést, és az első kiváló védés, ott a kipattanó labda, a második lövés, az ismétlés már nem sikerült igazán jóra. Hát lehet, hogy megint szükség lesz egy védésre, Hajduktól támad a pápa, fölé. Supić nagyon magasra ment fele, ez pedig egy remek indítás, Zitzer nem volt les, Hajdu. Nagy védés a vendégkapustól, Tóth Bálint. Jön Farkas a bal oldalon, ez is jó, nincs les, jön viszont Szűcs, és hát ha Szűcs jön, akkor rendszerint övé a labda. Tóth Bálint kijött a technikai zónából, úgy magyaráz Orosznak, hogy hova kellene elrúgni a labdát. Kapura jön, de hát ez könnyedén Hajduhé. Griffiths lép ki a védőfalból, és passzolja Preissingerhez, ez ügyes támadás. Preissinger adhatja középre, van érkező ember, méghozzá Supić volt, az még mindig ott a helyzet. Kirúgás. Ez nagy lehetőség volt. Quintero. Beteszi Griffiths. Nem tud lőni Hajduhé. Nagy helyzet volt. Eljutott Griffithshez a beadás, de ott az átvételnél talán a combjára pattant a labda, és ezen elúszott a lövési lehetőség. Így van. Oroszé. Orosz tekeri el, Hajdu! Befért volna a léc alá. Érezte a kapus is. Jó lövés volt Orosz Márktól. Nagyobb volt a sürgésforgás a pápaiaknál, mint az ellenfélnél. Most a pápa helyzetben, ott a lövés, és megvan a hazai csapat vezetőgólja. A csereként beállt Eszlágy István bombázott Lubos Hajdu kapujába. Hát olyan 20 perce van a Puskás Akadémiának arra, hogy megmentse legalább az egyik pontot. Zsolnai a hosszú oldalon, Gajdos is ott van, Gajdos előtt a labda, Gajdos az alapvonal felé ment, szöglet lesz. Megint a bal oldalon támad a pápa, szöglet lesz, Vasicsku fejelte ki. Fontos mentés volt. Visszateszi lövése Polonkainak. Nem tudta Polonkai egyből ellőni, de még mindig ott van. Nikol is térül, fordul, és egyenlít a Puskás Akadémia. Vasicsku a gólszerző. Bence és Miklós öröme. Lehet, hogy mégiscsak lesz születésnapi ajándék. Úgy tűnt, hogy nem jön be a figura a szögletnél, de aztán, ha némi szerencsével is, mégis egyenlíteni tudott a vendégcsapat. Ez remek labda. Tóth Zitzerben megpróbálta beadni. Igen, már egy picit kisodródott, tehát nem volt tökéletes a helyzet. A 92. perc kezdődik. Király tekeri be a labdát. Hajduk visszament. Lövő helyzet, megpattan mellé. Újabb szöglet. Griffiths felé száll a labda. Griffiths lefejeli, lövő helyzet. Ezt látja, ellövi Hajduk. Hatalmas mentés. Itt van a mérkőzés vége, Iványi a 3 perces ráadás végén, szinte másodpercre pontosan lefújja a találkozót. Kedves nézők, a bajnoki nyitányon a pápa egy-egyet játszik az újonccal, a Puskás Akadémiával.